Székelyföldön is vannak politikusok, csak ők egy más nyelvet beszélnek, de ugye meg szeretnénk osztani veletek is, hogy mit mondanak, ezért most következik egy ottani politikus beszéde is, hogy ugye megértsük, én fordítom magyar nyelvre. Emberek. Tisztelt férfiak. Meg a fehér népek is. Többiek is. Adj Isten. Üdvözöljük mindannyiukat. Sürget az idő. Cselekednünk kell. Már, ahogy mondják, nyugtával dicsérd a napot. A galaxisunk központi elemét képező bolygónak a látóhatáron túlvaló lenyugvása az ember lelkébe egy bizonyos pozitív, exaltikus élmény. Jó van, elég lesz, mint csámborodsz, már meg is kerülnék, hogy bárki kocsolod, szétetted a maskot, mindjárt. Szép az idő. Mi van? Mondta a tévé. Na, arról van szó, hónap fél nyolcra mindenki a papírok végett intézkedjék. Holnap 19.30-ra kéretik behozni az okiratokat a közjegyzői hivatalba. De aztán nem izé. Az okirat hamisítást a törvény bünteti. Utána kell jönni a bálba. Este diszkó. Hozzátok a bicskákat is. Szükség lesz önvédelmi fegyverekre. Hozzátok szekercét, baltát, láncot. Még több önvédelmi fegyverekre. Kinek van hozzá a drusbát is. Olyan önvédelem lesz, hogy csak na. Már igazságot teszünk. Hülyére verjük Pityut. Ne, keresi a bajt. Ellopta a tyúkó. Isten az anum. Senki se látta. Ha mindegy, aztán gyertek, lesz, ami lesz. Pityu meg fog dögleni. Ha ne adj Isten mégse, akkor szombaton Pityuéknál tehán bélyegzés. Ha mégis túléli, akkor elmegyünk hozzá, és beteszünk az albumba a bélyeg. Nem teszünk albumba, albumba, tehen bélyegzés. Tehen, tihinka, nem tudom pontosan, hogy mi az. Pöcs? Pöcs, pacsmagöl, picsmálik, kucsmálik, ez sem teljesen. Hát aztán én a főzött ülöttem, mert csambolt, akkor a bézartézre kaptam, hogy mindig neked illavodott, értetted ember? A viszontlátásra. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!